Megérkeztünk Poroszlóra, gondoltunk ide is eljövünk megnézni a Tisza tavat. Van egy ilyen turisztikai központ. Itt nem tudom mit kell csinálni, de parkoltunk, remélem nem kell fizetni. Parkolót, ugye? Pénztár, van pénztár. Mit kell itt venni? Kell venni, hogy belépjünk ide? Megnézni a Tisza tavat. Ha most. Már nem, mert parkoló is van, de. Mit így? Jaj. Mobil parkolás. Hát kell parkolási díjat fizetni. Tiszatavi Öko Centrum. Fel is lehet menni. És megcsodálni a Tiszatavit, ahogy lehet. Hát itt is fúj a szél. Bejutottunk, kell fizetni. 5200 volt egy jegy, az azt jelenti, hogy 2601 alapszintű jegy. Valamint ha még fizetsz vagy 400 forintot, az van, ha valami 3D betítés. De a csomag elég. Elég nekünk az alap. Na. Végül is ez egy ilyen mozaiféle talán mindenben. Kicsi péka. Vannak ilyen siklók, kígyók. Csúnyok. Ott van. Látod a kígyót? Van itt ilyen kicsi gyík is. Na, hát ez a központ. Itt van egy óriás teknőste. Mi? Szegény fejed, milyen nagy vagy. És tudnak a bébik. Itt van a leírás a Tiszatóról. Tiszató a legfőbb hajózás. Mi? Fel is lehet menni. És itt voltunk mi. Itt vannak az állatok. Jézus Mária! Nehogy beszakadjon! Ott megy egy hal. Nagyon nagy. Kint is van valami. Jó, itt is. És ott is a halak. Milyen furcsa madár, milyen kesely. Itt van a játszószoba is. Játszóhánc. Ez mi van? Rendezvénytelen. Hát nem akarnák vele találkozni. Jézus Atya világ, különbet is. Láttad a vaddisznót, Tini? Fúj, te csúnya vagy.
Aha. Ez a 3D vetítés, ez külön kell fizetni. Székben meg mi van? Kirakó. Hol írja? Hol írja? Kirakós játék. Na, rak csak ki. Ja, ki már rakom. Ott van a kocsink. Itt van játszótér is. Itt van. Lássuk, ki király jártak itt. Sebestyén Balázs. Itt volt Balázs. Bózvári József. Pitti Katalin. Ördög Nóri. Pataki. Barátnőd is itt volt tenni. Varga Izabella. Csík János. Magyar Aquaman. Maksa Zoltán is itt. Van időszakos kiállítás is. Uh-huh. Itt már voltunk. És erre van a tetőterasz. Itt elve leszünk tévedve. Itt van bicikli tároló. Mi ez? Tetőterasz, arra kell menni. Csak lássuk, hogy mi van itt. Lift. Itt van egy kilátó. Jó nagy tomány mellett. Fel is feljött. Itt vannak képek, hogy hogy csinálták ezt az ökocentrumot. Negyedik. ...2011-ben kezdték el. Jaj, ez az obszervációs... ...kilátószín. És mi van még? Még lehet menni. Jaj. Aha. Jaj. Még lehet feljebb is menni, ez poroszló. Ott is van valami kiállítás. Valahogy csak ki lehet oda is menni. És ott is a tó. Mi lehet sétafikálni? Egy jó lepukkant halászcsárda. Hú. Nem tudom, ha kimerek menni. Jó, nem merek kimenni. Dehogy nem, csak éjszkedek. Azt hiszed, annyira fosós vagyok. Na. Húha. Tényleg mindent belátni. Itt van kukker, 200 forint. És poroszló. Hát vagány. Na, még gyorsan itt keresztül szaladgálok itt a kilátón. Be vannak tüntetve, hogy például Kolosseum 908 kilométerre van, meg láttunk egy táblát. Serengeti Nemzeti Park,
Meg itt van az Opera ház Sydney, és itt van a Székely Nemzeti Múzeum, 438 km. Na, ez a környék. Szépen be lehet látni. Az az egyik fele, ez a másik fele nagyon szép. Nem olyan nagyon nagy, de... Hát Poroszlóra már nem is megyünk, mert... Vagyis hát itt vagyunk Poroszlón, de be központban nem megyünk, mert hát úgyis minden itt látszik. Ezen a magaslaton. Hát... Végül is nem nagy valami. De... Jó ötlet volt ezt megépíteni. Ezt a környéket. Igaz! Na, menjünk akkor tovább, még megnézzük lent, milyen a Tiszató. Aztán húzunk tovább. Lehet csónakázni vajon? Oda lehet, biztos le lehet menni. Van valami. Nádas. Na jó. Menjünk akkor lassan. Inkább gyerekekkel járás, de... Hét emeletes. Na itt vettem egy ilyen információs kis lapocskát. Azt mondja, hogy itt van Európa legnagyobb édesvízű akvárium rendszere. Mindegy 35 féle őshonos halfajtát figyelhetünk meg. Eljönni főleg gyerekekkel, tanulókkal, mert sok mindent lehet itt olvasni, ilyen információs táblácskákon. 3D mozi is van. Szépen megcsinálták. Hamburgere. Nem is voltunk? Ja, itt vannak az akváriumok. Most megyünk az akváriumokhoz. Nem szabad vakóval. Pisztráng. Yeah.
csege. Itt vannak a vidrák. De. Na hát ez az akvárium nagyon modern, nagyon jól megcsináltak, itt felettem is húznak a halat. Ez már tetszik, ez már döfi. Itt is van egy rész, itt be lehet kukucskálni. Ha mi van itt? Én nem látok semmit. Nem látok semmit. Jaj. Bújjatok elő. Bújjatok elő. Miért fizettem én 2600 forintot? Ja, itt vagy. Itt vagy, na azért. Ezek azok, amik ja. Na. Ezt már láttuk. Jaj, kereskedem. Tetszett az akvárium? Uh-huh. Na, menjünk tovább, mert kint is van még pár dolog. És aztán befejeztük Poroszlót. Na, kijöttünk. Itt van pár érdekesség. Egy ilyen fából összetákolt harcsa. Szőke Gábor Miklós készítette. És itt lehet menni, bóklászni, lássuk mi van itt. Lehet olyan kis kocsikát bérelni. Mi van itt? Hát itt van egy csomó minden. Sakálok is, vörös rókák. Tiszta állatkert van itt. Na, majd megnézzük. Menjünk erre? Na. Van mocsári teknős, ékszer teknős, ragadozó madarak. Teknősöket már láttunk bent is, vörös rókák, sakálok, madár, madárpark is van, állatsimogató. Na. Na, ilyen mocsár volt ott a hortobágyon. Mi? És ott voltunk fenni.
Egy kicsit penészedik ott alatt, ha jól látom. Vagy mi az a fekete? Nem tudom, ha látszik, ott van három bagolyt látok. Ott van egy sas, gondolom az. Meg ott is, vagy... őiv, vagy valami. Az sas? Nem tudod? Vagy nem tudod? Kicsi sas. Kicsi sas. Kicsi sas. Kis sas. Ja. Elment az asszony. Most már beszélhetek mindenről. Szóval a... mocsári teknős. Emis orbicularisnak hívják latinul. Na, ma is tanultam valamit. Ja, itt van mi. Tehát itt van macskabagoly, erdei fülesbagoly, sas, igaz? Sas? Nem azt írja? Mert itt ír valamit. Itt írja. Mi? Nem sas, hanem ott van egerésző ő. Látod? De. De. Nincs sok területük. Úgyhogy ez már nem jó nekik. Nem jó nekik ez. Nem tudom, miért zárták be. De szegényeket. Az őivök, azok, ha jól tudom, szállni szeretnek. Nem? Hát nem. Meg vadászni. De hát itt szegények itt elhíznak. Ha persze adnak nekik meg annyi kaját, hogy elhízzanak. Mit mondtál az elébe? Ezt felveszem videóra. Mondd, mit mondtál az előbb? A családom. A családom. Na, most komolyan mondom. Na, milyen olyan laza vagy. Laza, olyan lassú. Nem érdekel semmi. Úgy mondjad a magadét. Na, hagyjál békén, megyek innen. Mi szegények. Mi? Jaj, hát ez is elég kicsi, nem tudnak szállni, akarnának szállni, de nem. Én inkább ülök ott, gondolja. Érted, és ez a nevük, hogy rétisas. Rétisas? Aha, és ez milyen rét? Semmi rét. A mindegy. Ez van. Itt van. A nyest kutya alszik. Lazul, mint én, igaz? Hm? Ez is olyan, mint én, mert lazul. Hát... mi? Na, inkább ne szólj semmi. Na, de mit nem mondom. Na, itt vannak az sakálok. Így néznek ki. Aranysakál. Közép és délkelet Európa. Észak és Kelet-Afrika, valamint Nyugat és Délnyugat-Ázsia lakója. Magyarországon is van. Magyarország területén jelenlét a középkortól kimutatható. Ugye mutat az, hogy ravasz, mint Európa? Itt mi futkározik? Kuszi! Kusz-kusz! Szegénynek a bundája nem épp a legjobb állapotban van, nagyon vedlik, de nem hiszem, mi ott a háta. Történt vele valami. Hát nem tudom. Itt is munkálatok folynak. Tisztítják ott a mocsarat.
Vannak itt gólyák, bezárva szegények. Szürkegém, ott van a szürkegém. Fehér gólya. Van egy csomó. Szegény fejük. Van fekete gólya is. Nem látok fekete gólya. De ott van egy fekete gólya. Sarokban. Épp kakált egy jó nagyot. Valamint a szürke gémet már mondtam. Na hát itt nem tudom, én nem zárnám így beszegényeket. Ez egy kicsit szomorúbb ez a látvány, mint voltunk a Szélmalom állatparkban. Ott látható volt, hogy tetszett az állatoknak, de itt mintha itt figyelném őket is. Szomorúak lennének. Ha? Az ottani állatok meg is voltak szopazzal, hogy jönnek. Ja. Há, ide is jönnek. Itt van két szamár. Itt meg juhok. Próbál inni, nincs vized ott. Nem itatnak titeket, né. Talán ott van, fene tudja. De az is ott keresi a vizet a vezetéknél. Nem tudom, nem adnak nekik vizet. Ez a magyar parlagi szamár. Ti is szomorúak vagytok nagyon. Na, nem tudom. Menjünk tovább az asszonnyal. Mosolyognak. Szia! Magyar racka juh. A szobor M. Tóth Zsolt fafaragó alkotása. Hát szegény már egy kicsit meg van rongálva, megrepett itt. Mondjad, hogy mi a bajod van már. Mondtam. Adnak nektek kaját, ha? Mondjad, hogy me, ha nem. Me. Vagy ti nem úgy csináltuk? Na. Jaj, jaj. Szegények. Tyú, olyan jó nagy szarvuk van. Na, az a... megdöfnének. Belépni veszélyes mocsarak vannak körbe. Na, hát kb. Ennyi. Szépnek szép, de egy, hogy elég kicsi. Ez az állatos rész. Második, hogy szomorú, hogy így bezárják ilyen kicsi helyre az állatokat. Viszonylag kicsi helyre. Láttam már rosszabbat is, de jobbat is. Ez az igazság. Azon a területen vannak a sasok, vagy nem a sas, hanem az új év, meg a baglyok. És ez maga az épület. De ott egy gólya. Mi ott van egy gólya? Kiszabadult egy gólya? Ez az, barátom. Ez az. Szabadítsuk ki az állatokat, Klári. Na, kijöttünk. Ez itt a kijárat, szóval ott vannak az állatok, ott van a múzeum, kilátó, és kb. Ennyi, meg itt van játszótér. Na,
Na hát kérem, szépen be is zárt. Igaz, hogy vasárnap van, de akkor is. Még 3 óra sincs. Nem tudom, ezek a magyarok. Romániában nyitva van minden 8 óráig. Mindegy. Megértem, mindenki akar hazamenni vasárnap. Na jó, hát ennyi volt. Poroszló volt, hisz a Poroszló melletti, vagyis a Poroszlón lévő Tiszatavi Ökocentrum bemutatása és maga Tiszató. Találkozunk, hát nem tudom, ha még filmezek útközben. Nem, szerintem megyünk direkt haza, mert telik nagyon az idő, amíg haza kell jönnünk. Úgyhogy pápá viszlát. Ciao. Alles gut. Mindenkinek ajánlom, jöjjenek el legalább egyszer.